Mi fán terem a testpozitivitás, és mit is csinál egy plusz size mentor? Erről beszélgetek ma a téma hazai nagyasszonyával, Kozma Ritával, aki megoszt velünk néhány tanácsot, illetve hát helyre teszünk néhány tévhided. Ez a Levente klubja, én Lakatos Levente vagyok, kezdünk. Body pozitív aktivistaként is apostrofálod magad. Mi vitt téged erre az útra? Mi a te történeted? Alapvetően mindig is Pontos volt számomra, hogy segítsek azoknak az embereknek, akik nem tartoznak a mainstreambe, tehát akár külsőleg, akár gondolkodásmódban, lehet, hogy azért is, mert tartoztam sosem. És szerettem olyan emberekkel együtt lenni, már gyerekkoromban is, akik, akik úgymond mások. Persze mindenki más, mindenki különbözik egymástól, de, de valakin egészen másképp játszik, vagy éppen azt mondja neki az óvónő, hogy google és te ő feláll, én mondjuk ilyen voltam. Vagy éppenséggel alkatilag is különbözik, vagy kerekesszékes, alacsonyan magasabb, vagy éppenséggel szidják az osztálytársai, mert más a bőrszíne, vagy éppen eláll a füle. Tehát ez már gyerekkorra vezethető vissza nálam, és én nagyon sokáig dolgoztam, stylistként női magazinoknál voltam divatszerkesztő, vezető divatszerkesztő, és sokat dolgoztam hagyományos modellekkel, tehát fiatal, karcsú és nincs velük semmiféle problémám, csak éreztem, hogy ez valahogy úgy nem hoz annyira lázba, nem izgat annyira, hogy őket öltöztessem, hogy, hogy megmutassam általuk, hogy milyen a világ, hiszen annyira sokfélék vagyunk, és olyan sokféle ember létezik a Földön, és így indult el bennem igazából ez az út, hogy jó, itt az idő, hogy megvalósítsam önmagam, és azt az utat járjam, ami nekem való, ami hozzám illik. És ez pedig az, hogy foglalkoznak akár a teltebbekkel, akár a kerekesszékesekkel, vagy egy-egy kampány erejéig mondjuk éppen a bőrrel, hogy vannak vitilligós modellek, vagy éppenséggel olyanok, akiket tényleg kivet a társadalom közben pedig hozzájuk is szólni kell. Vitillikus jelentése? a vitiligó egészen pontosan egy vitiligós modell tudná megmondani, egy vitiligós képviselő tudná megmondani, de ez egy ilyen bőrbetegségnek is, úgy tudom, bőrbetegségnek is hívják ilyen foltok a bőrön, mm -hmm. fehér foltok, és például a széles Adrián vitiligó nagykövet az egyik élenjáró hírvivője itt Magyarországon, és a legutóbbi kampányomban ő is szerepelt. Szerintem átugrottál néhány dolgot itt a, a történetedben, mert azt olvastam rólad, hogy te eh, problémáiddal fordultál szakemberhez, akik eh, segítését inkább rombolták a te önbecsülésedet. Erről nekem egy kicsit bővebben? Igen, amit az imént mondtam, az főképp az, amit én kifelé szerettem volna tenni, tehát az emberekért, de közben bennem is volt egy ilyen önfejlesztő folyamat, hogy ki vagyok én és mennyit érek. És én nagyon-nagyon elégedetlen voltam önmagammal évekkel ezelőtt, és azt éreztem, hogy minden probléma van velem. Külsőleg egyébként jóval vékonyabb voltam, és néztem a Fashion TV-t, és olyan akartam lenni, mint a modellek. 47 kilós, 176 centisen, de rájöttem, hogy ez egy nem jó út, hiszen folyamatosan rombolom magam, és így elkezdtem foglalkozni magam, hogy hogyan tudnám jobban megszeretni ezt a nőt, akit a tükörben látok. Igazából nem is azt mondanám, hogy szakemberek által rombolódott az én önbecsülésem, hanem inkább a körülöttem élő emberek által. Akár családtagoktól is kaptam bántó megjegyzéseket, párkapcsolattól is. Ezek a bántó megjegyzések, ezek mik, mik voltak? Mondok példákat, mondjuk az első fiú, aki látta a mellemet, és azt mondta, hogy miért olyan csíkos a mellem, és én megnéztem, hogy hát csíkos, hát ilyen a mellem, hát azt se tudom, miért, milyen mellek vannak. Hmm. Mert én nem nézegettem más lányok mellét, tehát én nem, nem voltam képben, és... Csak azt tudtam, hogy ez nem jó, mert ő azt mond, nem azt mondta, hogy nem jó ez, csak miért csíkosan furcsán nézett rám. És, és akkor utána néztem, hogy mi lehet, ez kiderült, hogy ezt striának hívják, uh -huh. megszakad a bőr. De ugye, hogyha megszakadt a bőr, az már megszakadt. Viszont nekem ez ilyen önértékelési gondokat okozott. Vagy mondjuk azt mondták, nagy a fenekem, vagy nem tudom, hogy a várlim nem olyan csinos, és ezért nem mertem mondjuk miniszoknyát viselni. Tehát nagyon sok olyan bántásért, de ezen kívül is nagyon sok még. De azt megértem, hogyha még a párkapcsolatod kritizál, akkor az mélyen az emberben mar egy ilyen fajta megjegyzés. De az, hogy más mit gondol rólad, egy hétköznapi ember, vagy akár egy, másik nő, aki tudjuk, hogy a nők szeretik egymást kritizálni és véleményezni egymást, azt téged zavart, vagy azt rád hatott lelkileg? Ö, korábban hatott rám, és nagyon sokakra hat. Tehát akkor is, hogyha egy vad idegen véleményez, Ö, ezt most már azért is tudom ennyire, hogy, hogy nagyon sokakra hat, hiszen rengeteg megkeresés érkezik de hozzám. Ez, de ez miért van szerinted? Miért, miért ad az emberekre más idegeneknek a véleménye? Ö, alapvetően önbizalom hiányos táptalajra hull ez a sok bántó megjegyzés. Tehát van egy illető, mondjuk van egy lány, teljesen mindegy, hogy hány éves, 13 vagy 23, ö, elégedetlen mondjuk a, nem tudom, a hasával, és kap valakit, hogy megértsék, hogy nem vennék fel egy ilyen szűk topot, ha ilyen pocakom lenne. Jó, de szerinted létezik olyan emberek, akik nincsenem bizalom hiánya az életében, mert szerintem nincs ilyen ember? Ö, nem tudom, hogy létezik-e ilyen, és azt sem mondanám, hogy e felé tendálok, de, de most már engem például egyáltalán nem érdekel az sem, hogyha egy hozzám közel álló ember mond rám negatív kritikát, mondjuk a külsőmre. Uh -huh. Mondok egy példát, a, a, pont az elmúlt napokban hallottam egy sztorit, egy ö, modell fiútól, tehát nyilván ki van sportolva, ö, helyes, jóképű ö, fiúról van szó, és ő azért ment szét a barátnőjével, mert nem érezte a barátnőjén azt, hogy őt kívánja, és ez az, az önbecsülését nagyon-nagyon aláásta, és magát érezte egy szarnak, azért, mert a párja nem, 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 nem kezdeményezett szexuális aktus nála. Szerinted ez a, a, a testképzavar, meg az önbizalom hiány Hány százalék a fakad a szexualitásból? Tehát, hogy abból, hogy meg akarunk, ö, meg akarunk felelni a párunknak, akarunk magunknak párkapcsolatot találni, akarjuk érezni azt, hogy minket kívánnak, kíván a másik ember. Nagy része, vagy szerint az ellennyésző része ennek a problémának? Alapvetően, hogyha önmagunkat felépítjük, és önmagunkat megismerjük, és elkezdjük megszeretni, akkor teljesen ö, elhatárolódunk attól, hogy, hogy most ö, tetszünk el neki vagy sem, de tetszeni szeretnénk természetesen a párunknak. Uh -huh. Tehát, hogy ez a kettő azt mondanám, hogy kéz a kézben jár, tehát önmagunkat kell megismerni, fejleszteni, és, ö, és hát természetesen szeretnénk ö, a másiknak is tetszeni szexuálisan. Azt mondom, hogy azért fontos, tehát, hogy... Ö, Öm, rányomja a bélyegét, igen, tehát, hogy, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, hogy, hogy, hogy megkíván a társunk, de nem szabad, hogy ettől tegyük függ, függővé az önbecsülésünket, és, az, öm, és igazából azt, hogy mennyire értékes emberek vagyunk, hogy most engem megkíván a párom, vagy sem, mert lehet, hogy azért nem kíván meg, mert fáradt. Tehát nem nem kíván, hanem csak szimplán fáradt. Vagy éppenséggel kiszeretett belőlem, de nem azért, mert hogy nem tudom, picivel nagyobb a hasam, vagy, vagy több narancsbőröm van, hanem már, már nem bennem találja meg azt az utat, amit járni szeretne, vagy nem velem szeretni járni azt az utat. Tehát, ő nem csak a testemtől függ, hogy ő nem akar velem lenni, hanem van neki is egy hozott batyúja, van neki is egy hozott értékrendje, egy hozott útja, azt járja, és ebben van benne az, hogy igazából hogyan viszonyul hozzám. Természetesen, Hogyha mondjuk megszokta azt, hogy én 60 kiló vagyok, akkor lehet, hogy furcsáli fogja, hogy 90 kiló vagyok, utána nem tudom, két-három évre is szokott. Ilyenkor szerinted van-e hibás egy kapcsolatban, hogyha mondjuk valakit megismert a párja 60 kilósan, és az idő során bármilyen okból kifolyólag 90 a 100 kilósra gyarapodott az illető? Ilyenkor van -e hibás szerinted egy pár kapcsolatban, hogy, hogyha, hogyha kiszeret valaki a másikból, ő hibás-e? Azért, mert a külseje miatt már nem vozódik hozzá? Vagy aki változott, hibás el azért, mert elengedte magát, hogyha még nem betegségről van szó, nem betegség miatt gyarapodott meg? Tehát, hogy lehet -e okolni bárkit ilyen, ilyen helyzetben? Hát én alapvetően hiszek abban, hogy párkapcsolatban mindent meg lehet beszélni, hogy a két értelmes felnőtt emberről van szó. Hogyha valaki nem betegség miatt gyarapodott mondjuk 30 kilót, 5 éven belül, vagy, vagy nem tudom, x éven belül, akkor, akkor értelemszerűen a másik fél ezt látja, és ö, ö, lehet, hogy kevésbé kívánja. Tehát meg kell beszélni, hogy hogy igen, ez egy nem jó felállás számomra így kevésbé vagy vonzó, pláne, hogyha mondjuk tényleg nem betegség miatt hízott meg az az illető, vagy nem éppen azért, mert szült egy gyermeket, és még rajta maradt x kiló. Mert ugye ezek más-más helyzetek, hogyha, hogyha valamilyen okból kifolyólag maradt rajta az a plusz súly. Rajtam is több ö, ö, kiló van, ugye említettem, hogy mennyi jó a vékonyabb voltam régen, ö, és ö, én azt mondom, hogyha... Ö, Kéz a kézben jár, hogyha még hízunk is, de odafigyelünk magunkra, igényesek vagyunk, és foglalkozunk az önértékkel és az önfejlesztéssel, akkor a párunk ugyanúgy kívánhat minket. Tehát nem gondolom azt, hogy ha én híztam x kilót, akkor a párom már nem kíván. Tehát a párom, akivel együtt vagyok, amikor megismert, vékonyabb voltam. Most majdnem azt mondtam, hogy de most jobban kíván, mint valaha. De valószínűleg közrejátszik játszik az, hogy annyira tetszem neki, hogy egy magabiztosabb nő lettem, mint voltam. Uh -huh. Elég sok interjúban, meg cikkben eh, olvastam azt, hogy a közösségi média mumusként van feltüntetve a plusz size körökben, és kíváncsi lennék, hogy miért gondoljátok ezt. Azért is lennék kíváncsi, mert hogy a közösségi média előtt is voltak idolok, akár mondjuk egy Marilyn Monroe, akiről tudjuk, hogy a súlyát beöntéssel eh, kontrollálta például. Tehát, hogy voltak trükkök cselek, már a fotózáskor akkor is használtak olyan beállításokat, olyan olyan fényeket, amik mondjuk vékonyabbá tették az adott illetőt, a retus az ugyanúgy működött addig is, vagy korábban is, és a és erős mink is mondjuk. Tehát hogy én nem érzem azt, hogy a social médiával ez erőteljesebben jelen lenne, mint korábban. Inkább azt érzem, hogy sokkal többen mutatják meg ezt az oldalukat, és akár ez lehetne motiváló hatású is az emberekre. Miért mumus a social média? Szerintem ö, ö, ez egy ilyen hibakeres, nem is hibakeresés, hanem egy ilyen ö, okolás. Tehát ö, találjunk valamit, amit hibáztathatunk. A, nekem alapvetően nincs bajom a social médiával, tehát a social médiát lehet nagyon okosan használni. Ö, én például, például tudatosan használom a social médiát, olyan embereket követek, olyan emberek munkásságát nézem, akik engem inspirálnak, példaértékűek, stb. Tehát vállalkozó vagyok, én fejlődni szeretnék. Ö, az utamat is szeretném úgy járni, hogy minél több mindent elérjek benne, amit kitűztem célul, azokat az embereket nézem. Tehát aki számomra mondjuk ilyen demotiváló, vagy így azt érzem, hogy Úristen, nekem ez nem tetszik, akkor nem nézem. Tehát ez egy ilyen szabad akarat, döntés kérdése. Ö, az, aki azt mondja, hogy igen, fúj social média, mert ott minden lány, nem tudom, nagyon-nagyon karcsú, mindenkinek fel van töltve az ajka, és mindenki nem tudom pucsít, akkor azt mondom, hogy ez az ő döntése, hogy azt a lányt fogja nézni. Eddig is voltak karcsú lányok, akik pucsítottak. Ezután is lesznek, csak éppen ő nem tudom, fotódokumentálta. És ugye a social médiával sokkal több emberhez el lehet jutni, mint annó mondjuk csak a filmekkel, tehát mondjuk így az idolokkal, akiket említettél is, tehát most ugye mindenhol megtaláljuk, tehát bármilyen platformot nézzünk, de ott is a mi döntésünk egyrészt, hogy mit követünk, vagy hogyha mondjuk egyes csatornákon ugye van ez a forjú, hogy feldobja neked, hogy ha akarod, ha nem, akkor is ott van. Hogyha elkezded, megint csak ezt mondom, hogy elkezded magad megismerni és feltérképezni, hogy mitől vagy értékes egy idő után, konkrétan így meg se látod azt, ami, ami, ami számodra nem vonzó. Tehát értem ez alatt, hogy lehet, hogy ott van egy gyönyörű lány, de nem azt fogod érezni, hogy úristen, én meg hogy nézek ki, hanem oké, egy gyönyörű lány. El, elismerem, én meg ilyen vagyok, és ez van. Hát én például követek az Instagramon olyan fiú modelleket, akiknek a testük olyan, amire én szeretnék hasonlítani, és hogyha nem is hasonlítok rá, és azt érzem, hogy menj a vagy hogy én nézek ki, akkor is motivált tudod abban, hogy akkor elérhető ez a fajta, ez a fajta forma. De például az engem egyáltalán nem motivál, hogyha látom egy, egy fiúnak a testén, hogy mondjuk az szteroidokkal vagy illegális dolgokkal van feljavítva. Szerintem ez is valami hasonló lehet, nem? Tehát, hogyha van egy olyan, olyan, olyan külsőleg lány, aki magad mérni, aki nem nem hatalmas nagy plastik mellekkel, meg hatalmas nagy plastik fenékkel érte el a formáját, akkor az motiváló tud lenni. Abszolút. Ezek a fajta ilyen cselek azok, amik, amik viszont aláássák az emberek az önbecsülését, hiszen nem tudsz olyan lenni, csak akkor, hogyha folyamodsz különböző segítségekhez. Abszolút, abszolút. És szerintem például annak nagy jövője lehetne, hogy minél többen feltárják azt, hogy igen, ez is, ez is, ez az alkat, például plastikázott, vagy legalábbis nagyon erőteljesen haj az arra, hogy amikor te is említetted, ilyen irreálisan nagy fenék, és irreálisan nagy mell, és hozzá egy nagyon karcsú derék, és semmi toka. Tehát így nézi az ember, úr úristen, én miért nem ilyen vagyok? Persze nem ilyen vagyok, mert nem vagyok átműtve. Tehát, hogyha ezt tudatosítanák magukban mondjuk a fiatal lányok, vagy igazából kotta függetlenül, de talán azt látom, hogy a fiatal lányokra van ez a legnagyobb hatása, hogy, hogy miért nem úgy nézek ki, mint a Kylie Jenner. Hát azért nem úgy nézel ki, mert te természetesen vagy az aki. Meg, hogyha mondjuk én szeretnék úgy kinézni, mint mondjuk a szalmahaják, nem tudok úgy kinézni, mert 176 centi vagyok, ő 156. Karamel bőrű, én meg fehérbőrű vagyok, és nyáron megégek, hiába szeretnék lebarnulni. Tehát, hogy ez is olyan, hogy lehetnek motiválóak a vonzó megjelenésű emberek csak próbálják, próbáljunk olyanokat követni, akik picit hasonlóak, mint mi. Tehát, hogy ö, egyszerűen egy 150 centis fiú sem tud ö, Dwayne Johnson lenni, vagy nem tudom, tehát hogy, mert egyszerűen teljesen más a genetikája, a magassága, stb., és, és, ez nagyon ö, visszatarthat az önfejlődésre. Hát kell hozzá egy-két szuri, meg ilyesmi, hogy olyan legyen uh, az embernek a külseje, uh, mint a Wayne Csak egy kicsi. Csak egy kicsi. <há> Még azt látom egyébként pont a fiatal generációnál, hogy nagyon szeretnének, vagy nagyon gyorsan szeretnének idősebbnek tűnni, mint a hány évesek. Tehát, hogy most egy 18 éves lány kinéz 20 végének Igen. nagyjából. Sok esetben nyilván tisztelt a kivételnek. Ez is egy önképtorzulás tulajdonképpen, nem? Igen, igen, mert ők úgy gondolják, hogy akkor, nem tudom, hogy akkor lehetnek akár értékesebbek, vagy akkor lehetnek olyanok, mint a, mint a nem tudom, a kedvenc modelljük, vagy influencerük, hogy ők is ilyen, ilyen fanfatál bombázók, és ugye egy kicsit furcsa az, hogyha 16 évesen te már fanfatál vagy, hiszen akkor még egy tinédzser lány vagy. Ö, és, és valahogy ezt a, ezt a fajta nőiséget szeretnék így bevonzani, vagy nőességet, de... De itt is a, a saját önértékelésükkel kellene dolgozni, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a tinédzserekkel foglalkozzon valaki. Tehát, hogy erre nagyon nagy szükség lenne, akár egy pszichológus szakember az iskolákban, stb. Tehát, hogy szerintem ez egyébként nagyon-nagyon fontos és ez elhanyagolt, ez tényleg elhanyagolt terület, mert 18 éves lány fel van töltve a szája, meg van csináltatva a melle, tehát hogy, hogy, olyan dolgok vannak már, amik az én fiatal koromban, 18 éves koromban nem is lehetett elképzelni, hogy ez megtörténik. Tehát, hogy az én 18 éves kori képem szerintem a mostani 18 évesekhez képest 13 évesnek tűnnek az a képen érted. Tehát, hogy olyan, olyan szintű nagy oh. a különbség a, a, kettő generáció között. Térjünk vissza most a, a, a témájához, a plusz annak idején, a régmúltban, mondjuk ugye a képnél, ugye azt látjuk, hogy a, hogy a teltebb nők voltak az ideálok. Szerinted ez a fajta ilyen ideál, az visszatérhet még a mai világban, vagy pedig most már van egy olyan egyensúly, hogy mind a kettő típus megtalálja a maga örömét? Uh -huh. Szerintem mind a kettő, a kérdésed, mind a két kérdésedre a válasz igen. Tehát egyrészt visszatér valamennyire, de inkább azt mondom, hogy a sokszínű megjelenés, a sokféle megjelenés kezd el hódítani és utat törni, ami egy sokkal jobb út és sokkal egészségesebb út, mint hogyha azt mutatjuk, hogy azt propagálnánk, hogy, hogy a túlsúly az oké. Okay. Tehát, hogy valaki túlsúlyos, ő nagyon jól tudja magáról, hogy mondjuk az egészségére káros is tennie kell, érte, hogy jobban érezze magát a bőrében, de hogyha mondjuk van egy X plusz súlya, de, de egyébként maratonokat fut, nekem vannak olyan modelljeim, én modellekkel is dolgozom együtt, akik maratonokat futnak, és most is volt egy fotózásunk, és az egyik hölgy hozott egy 30 érmet, amit másfél év alatt gyűjtött összefutásban, és nem tudom, 100 kiló a hölgy, tehát, hogy nem feltétlenül egyenlő a plusz súly azzal, hogy mondjuk egészségtelen, de ezt mindenkinek magának kell érezni. És a kérdésedre visszatérve, én azt látom most, hogy pont a 2021. januári Vogue címlapon volt egy plusz size modell, egy ilyen karamellbőrű plusz size modell, gyönyörű fotó tengerben, egy picit át tetsző ruhában, az Ani Lebovic készített a fotót, gyönyörű fotó. és így azt láttam, hogy igen, van rajta plusz kis húrka, igen vastagabb a karja, mint amit mondjuk szépségideálnak tartanak így az elmúlt években, de olyan oké okay, és rendben van, és ez is teljesen rendben van. Tehát ő rajta látszik, hogy nem egészségtelen, látszik, hogy ö, szép, gusztusos és jól érzi magát a bőrében, Ö, és ez teljesen rendben van, de persze van ilyen szélsőséges ami, már, ami, ami, amire már az embernek úgy, nem tudom, úgy felvonjuk a szemöldökünket, hogy hú. Erre meg szeretnék kitérni, csak még egy pillanatig a, a márkákhoz visszatérve, akik ugye egyre jobban nyitottak a, a plusz size témára. Mit gondolsz, hogy ez őszinte reakció a kor elvárásaira, vagy egy mosom kezeimet, és hogy milyen, milyen, milyen nyitottak vagyunk, és elfogadóak vagyunk, és mutatunk ilyet is nektek? Nagyon jó kérdés, és örülök neki, mert hát én, 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 üzletemberként is apostrofálom magam, és nagyon sok mindent átlátok teljesen. Ezért kérdezem, mert, mert, mert nekem, is egy hirtelen most mindenki nagyon nyitott lett, és nagyon elfogadó. Figyelj, szerintem 90 ban üzlet, és 5 ban 5 ban egy ilyen tényleg érzékenység. Tehát hiszek abban, hogy vannak olyan cégek, és vannak akár olyan magazinok, mondjuk akár Magyarországon is, mert mondjuk Ismerek olyan magazint Magyarországon, nagy magazint, aminek tudom, hogy a vezetője mindig is érzékeny volt erre a témára, tehát mindig is érdekelte, és ők nagyon nyitottak is rá, és folyamatosan kommunikálnak róla. De van olyan is, és most akkor nem csak Magyarország, de akár itt is, hogy így, ö, időről időre előveszik, mert Úristen lovagoljuk meg ezt a trendet, meg nehogy mi kimaradjunk. És ö, ugye a ruhamárkáknál, a, a Victoria's Secretnél volt egy ilyen botrány, ugye, hogy ott mindig ilyen nagyon karcsú, ö, gazella lányokat alkalmaztak modellnek, és még a Palvin Barbarára is azt mondták, hogy hát ő a plusz size modell, de ugye nem, csak már abba a kategóriába tették be, de a... Hiába volt óriási márka is, és mindenki rajongott ezért, és mindenki várta a sót minden évben. De a követők, a vásárlók elkezdtek így morajlani, zizegni, hogy nincsenek telt csajok a modellek között, és végül is most már lettek. Tehát, mm. hogy ott is lettek, de ez egyértelműen ez üzlet, hiszen iszonyatosan megcsapant a, az eladás. Eszmélyen, megcsapant. És pont nem is olyan régen néztem a... a posztoltak a, ez a cég egy, egy fotót, ahol egy teltet csaj is szerepelt, modell szerepelt, és nem magyarok, tehát külföldi kommenteket láttam, és így bele-bele olvastam, hogy mindenki azt írta, hogy már késő, már késő, már késő. Tehát, hogy már, már nem értékelik annyira, hogy, hogy próbált ez a fehérnemű nemű márka, nem tudom, így javítgatni a helyzeten, de hát egyértelműen üzlet. Jó, nem baj, legyen akkor üzlet, de mutassuk meg azt, hogy tényleg nem csak egyféle szépség létezik, mert nem csak egyféle. Igen, csak ugye kérdéspont arra visszatérve, hogy a XM túlsú, illetve ugye a plusz 100 kategória, az hol válik el egymástól, hogy, hogyha mondjuk kirak egy márka, egy egy, egy teltem modellt, az, az inspiráló-e? egyébként annak a célközönségnek, vagy inspiráló mondjuk egy Palvin Barbie típus, aki nem feltétlenül a gazella típus, hanem van rajta egy kis husi, de hogy nincs elhízva. Tehát, hogy mi, a, mi a, az inspiráló, mi a példaértékűbb szerinted a közösségnek? Ú, ez is, ez is nagyon jó kérdés. Valószínűleg az lehet igazán inspiráló, hogyha azt látják mondjuk a nők, de a férfiak is, csak hogyha mondjuk a nőket nézzük, hogy több olyan nőt látnak, aki úgymond normál nőnek néz ki, tehát ilyen ö, átlag nőnek mm. néz ki. Tehát mondjuk az én esetemben, mert én is elég sűrű szerepelek kampányokban, meg ö, ö, szoktak fotózni, ö, azt szokták mondani a követőim, hogy, hogy tök jó, hogy egy jó, ezzel a szóval élnek, én ezzel annyira nem értek egyet, hogy tök hogy egy igazi nő szerepel, ö, mert szerintem mindenki igazi nő. Mm. De értem, hogy mire értik ezt, hogy, hogy kicsit combosabb, kicsit, kicsit húsosabb, de de nem, fél, nem feltétlenül extrém. És igazából azt vágyják, hogy magukat lássák viszont, és hogyha mondjuk megnézzük a közép-európai nőket, mondjuk magyarok vagyunk, magyar, magyar nőket, a nők többsége nem 180 cent és 50 kiló, hanem, hanem egy ilyen, amit plusz 100-nak minősítünk, de ilyen normál alkat. Mm -hmm. És akkor most nem kerültem forokását, hanem rákérdezek erre, hogy szerinted hol a határvonal a plusz size-nak, illetve az extrém elhízásnak. Tehát, hogy mi az a pont, amikor még azt mondjuk rá, hogy testpozitív, fogadd el magad, és hol válik el az, hogy akkor most már mennyire edzeni, mennyel diétázzál, tegyél a valamit, mert egyébként káros az egészségedre az a túlsúly, ami rajtad van. Uh -huh. Alapvetően úgy gondolom, hogy az egészséges életmód és a mozgás az mindenkinek nélkülözhetetlen. Tehát, hogy an, hogyha valaki anélkül akar élni, akkor rossz úton jár, hiszen a legtöbb időt, energiát és pénzt az igényli, hogy a betegek vagyunk és hogy helyrehozzuk magunkat. Tehát ezt mindenkinek javasolnám, hogy mozogjon. Az, az egy nagyon-nagyon tévút, hogy hát nekem már mozogni kellene. Jó, néha én is például elhanyagolom, de törekszem arra, hogy mozogjak. Hmm. Az egészséges táplálkozás az alap. Nem is függ össze igazából a súlyjal. Ez csak így előjáróban gondoltam, hogy így elmondom, mert ez tényleg, ez például propagálom. Fura, amit mondasz egyébként, mert ugye én edzegetek, és ugye mindig azt mondják egy diétánál, hogy 70%, 70 az étel, hogy mit teszel meg, és 30% hozza a mozgás. Tehát az étel az nagyon fontos ahhoz, hogy az ember tudjon fogyni. Táplálkozunk egészségesen és mozogjunk. Most, azt, hogy most hány százalék, azt nem tudom, te ezt jobban tudod, én nem tudom. Persze most mit tudom én, mielőtt idejöttem el, hozzád előtte, ettem egy nagy szendvicset, tehát hogy nem biztos, hogy egészséges volt, de mondjuk igyekszem egészségesen táplálkozni, tudatosan, tehát én abszolút tudatos vagyok ebben. Az extrém túlsúly, illetve hol határolódik el, ez volt a kérdésed. Én egyrészt azt mondanám, hogy itt is mag, mindenki maga érzi, hogy mi az, ami még belefér. Tehát nekem van olyan modellem, aki nagyon duci, tehát tényleg nagyon mollett mondjuk 54-es, 56-os konfekció mérete van, tehát most a méreteket nézzük. Ugye a 30 Nekem 36, ez nem ne mond semmit egyébként, nem mondom őszintén. egy, egy, röv, egy rövid összefoglaló erről, hogy a 36-38-40 ez az SML, amit uh -huh. a legsűrűbben találunk mondjuk a, nem tudom, a plázákban, az üzletekben, a 36-38-40-es, én egy 44-46-os méretű nő vagyok 176 centihez, és mondjuk tehát méretenként nagyjából, ez mondjuk magasságtól is függ, de egy 6-8 kilót ugrunk. Tehát ez mm -hmm. tényleg magasságtól, csontozat, stb. Től is függ. Tehát mondjuk ez a hölgy 54 56-os méret, ugye mondtam, én 44-46-os méret vagyok. De emellett spárgázik, jön, megy, mozog, ténylegesen mindenféle, tehát olyan, olyan akrobata mutatványokat mutat, hogy, hogy én magam is ledöbbenek. Tehát, hogy ezt, ezt maguknak kell megtapasztalni és meg, megélni, hogy magukban, hogy ez már kényelmetlen számomra. Igen, csak hogy itt ez a probléma, hogy a szívét terheli a súlyjal a túlsúlyos ember, amit a hétkezapokban nem érez feltétlenül, ameddig nincsen baj vele. És ugye miközben azt mondjuk, hogy testpozitivitás, és fogadjuk el egymást, ne szóljunk be a másiknak, lehet, hogy pont az a fajta vélemény, vagy az a fajta löket hiányzik az ő fogyásához, amit mondjuk egy más ember azért nem mond el, mert hogy fogadjuk el a másikat, és testpozitivitás van. Tehát, hogy ez egy ilyen e, csapdahelyzet is lehet szerintem. Pici csapdahelyzet, viszont a, a gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy a legtöbben beszólnak, hogy de kövér vagy. Tehát, hogy oké, tudom, néztem már tükörbe. De ilyen szedet van a hétköznapokban? Tehát, hogy az Igen. emberek embernek megmondják a személy, hogy de kövér vagy? Én azt elhiszem, hogy oda, oda kommentelik az Instagram fotója alá, vagy valahova névtelenül, nem is, nem is ismeri. De az, hogy a szemébe ezt mondják, ez egy létező jelenség? Hát Azt, hogy most a szemébe mondják, ez szerintem nem annyira sűrűn fordul elő, viszont nagyon sok üzenetet kapok, napi szinten kapok üzeneteket, és megy egy lány az utcán, sétál, és, és beszólnak neki, hogy nézel ki kövérdisznó, stb. Tehát vadidegenek beszólhatnak és be is szoktak szólni, de egyébként az is bőven elég, hogy a Social médiában valaki odaírja, hogy úristen, én a helyetben nem, nem hmm. tudom, nem fotóztatnám le magam, vagy nem mutatkoznék. Én azt gondolom, hogy, hogy, attól függ, hogy ki mondja, és kinek a véleményére hallgassunk. Tehát, hogy továbbra is azt vallom, hogy mindenki látja magát a tükörben, vagy amikor felveszi a farmán a drágot, hogy nem tudja begombolni a gombot, vagy, vagy az, hogy hevesen dobog a szíve. Tehát azt lehet érezni. Tehát az, hogy ő jobban tegye magáért, attól, hogy valaki azt fogja neki mondani a családban, hogy figyelj, édesem, lehet, hogy a szívedre fog rámenni ez a túlsúly, attól még ugyanúgy megránthatja a vállát, ha benne nem ért meg az elhatározás, hogy ezen változtasson. De akkor maga a testpozitivitás témaköre, az egy jelenlegi állapotnak az elfogadása, önmagad magad megbecsülése, az önbizalmad építése, de hogy nem egy olyan állapot szerinted, amit hosszan kell tartani, hanem fejlődni kell benne folyamatosan is mondjuk, hogyha az ember érzi, egészségére megy, akkor abból fogjon. Abban az esetben, hogyha erre van szükség, akkor igen, mert ugye a testpozitivitás az is beletartozik, hogyha neked mondjuk eláll a füled, és megfelelő önfejlesztő út által te ezt elfogadtad, hogy oké, okay, hogy eláll a fülem, hogy nem, nem akarod feltétlenül megműtetni. Megműtetheted, ha akarod, de nem biztos, hogy attól leszel boldogabb, ha megműtetted. Tehát, hogyha mondjuk egy jelentős túlsúly van rajtad, ezt az állapotot, amiben vagy, ezt most fogadd el, igen, amit említettél, hogy most ez van, de akkor igenis változtatnod kell ezen, de azon, hogyha mondjuk ö, ö, nem tetszik úgy az arckaraktered, vagy bármi, ami, ami adottan olyan genetikailag, vagy örökölted, akkor nem kell rögtön szikéhez, vagy plastikai sebészhez fordulni, hogy kisebb legyen az orrom, keskenyebb legyen, meg vastagabb a szám, meg kisebb a tokám. Tehát például nagyon sok nő napi szinten, vagy sűrűn tapasztalom, hogy jaj, tokám van, tokám van, látszódik a tokám. Én sem szeretem a látszódik a tokám, de ez van. Tehát, hogy ezzel az alkattal ez jár, akkor lesz kisebb, hogyha nem tudom, megműtetem, furcsa jóga jog pozíciókban gyakorlok, és akkor, és akkor kisebb lesz talán, vagy pedig fogyok. De most én attól, hogy kisebb legyen a tokám, nem biztos, hogy fogyni akarok, azért akarok folyni, mert mondjuk nem jó rám az a ruha, vagy, vagy azt érzem, hogy nem tudom, nehéz befűzni a cipő fűzőmet, tehát hogy ne csak azt lássuk magunkban, hogy most ez nem tetszik, hanem ki vagyok én, és min kell változtatni, hogyha muszáj azon változtatni. Igen, csak ugye sok ember fejébe ez a fajta munka, amit te végzel, pont a testpozitivitás, úgy csapódik le, hogy a, hogy a, a túlsúlyt támogatjuk, vagy azt propagáljuk, hogy ez, hogy ez, hogy ez, jó dolog, és, és hogy ezt az ember fogadja el, ne, ne, ne belőle fogyni, mert így jó vagy, ahogy vagy. De ha jól, értem, akkor tulajdonképpen nem az, nem az első mondandó ennek az egész aktivizmusnak. Igen, nagyon örülök, hogy kérdezted ezt, és nagyon jók az ilyen műsorok, hogy te is meghívtál ebbe a műsorba, hogy beszélgessünk erről, hogy minél több emberhez eljusson az, hogy a testpozitivitás az nem egyenlő azzal, hogy én... Rosszul érzem magam a bőrömben, hogy én, én elégedetlen vagyok, hogy, hogy utálom magam, de jó, azt mondta a kozmarita, hogy ez így oké, és akkor ez így oké, és akkor közben pedig a pánába sírom magam, meg besöpröm a szőnyeg alá, menjen el egy ter terapeutához, vagy csatlakozzon olyan közösségekhez, amelyek segítőek, és foglalkozzon magával. Tehát enélkül nem fog menni az, hogy ő jobban szeresse magát. És igen, bizonyos dolgokon változtatni kell, ha pedig mozgunk és egészségesen táplálkozunk, akkor úgy is lesz változás, akatilag is, tehát súlyban is lesz változás, de ez nem azt jelenti, hogy minden mindegy, és egyébként ehhez hozzáfűzném azt, hogy ez lehet, hogy sokaknak nem fog tetszeni, és így kivívom a haragjukat, de ezt szeretném elmondani, hogy például most az is ilyen divat lett, hogy ha mondjuk nagyon be van gyulladva a bőröd, és így fájdalmat okoznak azok a gyulladpattanások, hogy akkor tegyünk rá alapozót, és akkor oké. Okay. De ez az alapozó, ez pont olyan, mint a szőnyeg söprés, hogy hogy nem azzal a bőrrel dolgozni kell, most fogadd el, hogy ebben az állapotban vagy, nincs veled semmi gond, eldöntötted, hogy teszel érte, menj el bőrgyógyászhoz, kozmetikushoz, dietetikushoz, bárkihez, aki segíthet ebben, de nem az alapozó a megoldás, és ez, ez egyébként ilyen szimbolikusan is egy jó példa szerintem, hogy nem az a jó megoldás, hogy felveszünk -e egy hatalmas sátrat magunkra, vagy, vagy alapozót teszünk az arcunkra, hanem foglalkozunk az ügyjel. Uh -huh. Most elfogadod, hogy ez a gyullad sok pattanás van rajtad, de, de elkezdesz változtatni ezen. Szépen lassan, és hagyj időt magadnak, légy türelmes, és most is jó vagy. Olyan fura egyébként, mert a, az én élettapasztalatom alapján pont a teltebb alkatú nők, azok, akik nagyobb hangúak, vicceskedőbbek, határozottabbak, akkor ez egy állarc, hogy egy ilyen felvett védő Mondanám megint, hogy nagyon jó kérdés, de mindegyik nagyon jó kérdés. Szerintem is is ö, nem feltétlenül alkathoz kötném ezt, hogy mi a védőpajzs, és mi az, amivel mi az, amivel el akarjuk magunkat nyomni vagy más fényben ö, feltüntetni. Ö, én is hallottam már ö, erre ö, példákat szakemberektől is, hogy igen, ez a hangosság, harsányság ez olykor igazából ezzel el akarják nyomni a belső fájdalmakat és küzdelmet, de nem feltétlenül van így. Tehát valaki személyiségéből adódóan mondjuk vidám és hangosabb. Ö, ez igazából, ez, ez ez tényleg mindenki maga érzi, de meg lehet ám, hogyha mondjuk elkezdünk beszélgetni valakivel, meg lehet ám érezni, hogy ő csak valamit palástolni akar ezzel a hasánsággal, vagy ő tényleg rendben van önmagával. A másik ugyanilyen témakörbe tartozó kis megállapításom, és általánosításom, az az, hogy éppen azoknál, akik beszólnak, mondjuk az utcán a, a te modellednek, hogy hú, de kövér vagy bármi, nekik is van valami, amit pont a másik csépelésével, ütlegelésével akar elnyomni, vagy azzal, azzal próbálja uh, magának bizonyítani, hogy vannak nálam rosszabb helyzetben lévők, mert hogy ő dagadt, lehet, hogy nekem mondjuk nem tudom, lóg a bőröm, vagy bármi, de ő meg dagadt, és akkor ezzel próbálja valamennyire saját uh, fájdalmát csökkenteni. Ez, uh, szerintem ez egy létező képpollógat is látom. Uh, egy ilyen helyzetben hogyan lehet szerinted az embernek, uh, embernek változtatni a hozzáállásán? Hát, hogyha azt az embert nézzük, akit megbántottak, akinek beszóltak, akkor jó, ha tudatosítja magában, hogy az az ember, aki mást bánt, vele valamilyen gond van. Tehát ő nincs rendben magával. Aki rendben van magával, vagy nagyjából rendben van magával, az nem bánt másokat. Tehát hogyha én ezt tudatosítom magamban, az, hogy nekem valaki beszól valamiért, akár a munkásságom kapcsán, akár, tehát mondjuk, nem tudom, én is foglalkozom egy területtel itthon Magyarországon, és akkor X-en ez szúrja a szemét, mert mondjuk vagy kevésbé értel benne sikereket, vagy másképp gondolja, stb. stb. És hogy egy pici pici, pici kutató munkát végzek, nagyon hamar rájövök, hogy, hogy igazából ő szakmailag mondjuk féltékeny. De ugyanígy mondjuk a külsőben is lehet, hogy valaki azt mondja, jaj, Kozmarita miért foglalkozik ezzel, ő nem is annyira duci. Közben pedig nem gondolom, hogy a nőgyógyásznak feltétlenül nőnek kell lennie, tehát hogy ez kicsit ilyen irreleváns, de szakemberként mégis ezzel a területtel foglalkozom. Tehát, hogy azt nézzük meg mindig, hogy aki beszólt, hogy, hogy, ki mondta ezt. Hogy egy vadidegen, akkor pont toljuk le, tehát, hogy kit érdekel azt, hogy mit mondott egy vadidegen, tehát ki ő nekem, hogy ő most számítson a véleménye. Ha egy családtag, vagy egy barát, ott meg meg lehet nézni, meg lehet vizsgálni, hogy vajon neki milyen szomorúságai vannak, milyen, milyen problémái vannak, ami miatt, amit említettél is, hogy lehet, hogy neképpen a bőre kinyúlt, kevesebb a haja, több a ránca, stb., és akkor na jól van, ne csak én legyek, már szomorú legyél te is az. És hm. akkor majd jól beszólok neked. Tehát, hogy nagy többségében, igen, van valami a háttérben, hogyha valaki, valaki más bánt főleg a nőkről beszéltünk túlsúly témakörében, de a férfiaknál ugyanilyen akut ez a probléma, és neked a, a Plus Size magazin oldalán van egy társkereső részleg. Mit tapasztaltok, milyen, milyen arányban regisztrálnak túlsúlyos férfiak például erre az oldalra, milyen arányban talál mondjuk egymásra kettő túlsúlyos ember, vagy az abszolút egy sztereotípia, hogy, ez, hogy ők így egészítik ki egymást. Tehát a férfiakkal kapcsolatban milyen tapasztalatok vannak? Alapvetően igen, a, a férfiak fiúk között is ugye vannak túlsúlyosak. itt igazából a személyiségtől függ, mint minden párkapcsolatnál, hogy egymásra talál, egymásra érez, megvan a vonzerű, megvan a kémia vagy sem. a tapasztalat az, hogy nem feltétlenül túlsúlyos fiú, túlsúlyos lányjal akar lenni, tehát hogy teljesen vegyes párok vannak, vékonyabb. Például nagyon sok vékonyabb fiú szereti a teltebb lányokat, ezért is a mottunk az, hogy a plusz szájz vagy, vagy ha szereted a plusz szájz. Tehát, hogyha te mondjuk vékony a fiúként, mondjuk egy teltebb lányhoz vonzódsz, vagy a teltebb lányok vonzanak, ugyanúgy megtalálhatod a párodat. Erről már több cikket is írtunk a magazinba olyan, olyan sikesztorikat, ahol ahol mondjuk a, a, a fiú, nem tudom, 60 kiló volt, a lány pedig mondjuk 80 kiló, és mégis boldogok, hiszen nem azon múlik az ő szerelmük. De nem veszélyes ez például a, a teltebb nő szempontjából? Tehát, hogy azért hall az ember olyan társkeresőket, ahol, ahol a, a férfi részére mondjuk ez perverziónak számító, hogy akkor ő teltebb legyen együtt, biztos te is hallottál ilyeneket, létező dolog. Ha nem mondjuk ki, akkor csak leleplezzük, vagy Ez mennyire veszélyes szerinted hétköznapi szinten? Ö, van rá ö, precedens, hogy valaki csak a perverzióját akarja kiélni, tehát hogy ilyen esetben azért a nőknek oda kell erre figyelni, hogy mik a jelek, mi utalhat erre, de az is előfordulhat, hogy mondjuk az adott nő ezt élvezi, szeret és tetszik neki. Tehát nem feltétlenül ö, gondolom azt, hogy, hogy ez mindenkinek ellenére van, hogyha, hogyha valaki mondjuk egy, egy férfi emiatt pontosan emiatt választ egy nőt, hogy ő teltebb, vagy dundibb. De Igen, oda... csak, csak ezen lelkileg ez nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzet, mert hogyha mondjuk egy, egy narcisztikus férfi azért választ maga elé egy, egy teltebb nőt, mert tud uralkodni, el tudja nyomni, tudja bántalmazni lelkileg például, tudja cseszegetni, akkor kielégíti a saját kis vágyait, nem feltétlenül szexuálisan, hanem mondjuk lelkileg, de a nő ebbe beleroppanhat. Igen, ez már egy mélyebb téma, mélyebb területén. Inkább az előbb arra gondoltam, hogy ha mondjuk a férfi egy kicsit perverzebb, és a nő azt élvezi. tehát, hogy a win -win van, Hát, tehát, hogyha win -win, tehát, hogy mind a kettő élvezi az adott szituációt, akkor én erre gondoltam, hogy akkor, akkor ott igazából nincsenek gondok, de természetesen, hogy ez egy elnyomó, ez egy diktatórikus kapcsolat, ott, nagyon veszélyes lehet, hogy, egy nő, tehát ott megint csak azt mondom, hogy a nőnek kell magát feljebb tornázni az önbecsülésben, és nem, nem abba hagyni az önismereti utat, hogy, meg tudja, hogy megismerje önmagát, és hogy megtudja azt, hogy ő miért értékes, és, és kicsoda. Mert hogyha ő, ő, halad az önfejlesztő úton, és az önismereti úton, akkor nem igyekszik nem belemenni egy ilyenbe. Most rend meg egy új könyved, Sirokai Diánával, ugye, aki a világhírű magyar plusz-size modell. Mesélj el a könyvre egy kicsit nekünk, légy szíves. Hú, hát igen, írtunk egy könyvet a Sirokai Diánával, a Bókoly magadnak, hiszen megérdemlett című könyvet. Ez most jelenik meg itt, most karácsonyra. És hát az a célunk vele, hogy minél több magabiztos, önbizalommal teli lány nő legyen Magyarországon is, illetve nem csak az önbizalomban igyekszünk ebben segíteni, hanem abban is, hogy minél több olyan nő legyen, aki önmaga által sikeressé tud válni, tehát akár kapcsolati és anyagi tőke nélkül is. Hiszen ugye azt tapasztaljuk ő is, én is, hogy nagyon sok olyan megkeresés érkezik akár így hozzánk, hogy nem érzem jól magam a bőrömben, vagy nem érzem jól magam a párkapcsolatban, vagy éppenséggel én belőlem nem lesz semmi, te olyan sikeres vagy, és olyan sok mindent elértél már, és ebben a könyvben nagyon sok gyakorlati tanácsal szolgálunk, illetve saját életutunkat is megmutatjuk, úgy, amit, ahogy még soha máshol nem. Tehát még nem volt olyan cikkünk, olyan videónk, olyan posztunk, ahol ilyen sok mindent megosztottunk volna arról, hogy mennyire Rosszban voltunk adott esetben magunkkal, mennyire elégedetlenek voltunk, mennyi bukásunk volt, mennyi elesésünk, kudarcunk volt, és hogy mégis felálltunk és csináljuk, úgy is, hogy nem mindig könnyű, és úgy, hogy nem támogatott adott esetben ebben senki. Úgyhogy ebben szeretnénk segíteni, hogy egy kicsit, hát így is mondhatnám, hogy szedjék össze magukat a lányok és a nők, hogy nincs semmi sem veszve, bármikor fel lehet állni, bármikor el lehet indulni és hogy megtalálják önmagukban és önmagukon a szépet. Az önállóság, meg a saját lábadon állás ne függje a férfitől, ez neked egy fontos üzeneted egyébként? Igen. Van egy podcastunk öt vállalkozónővel közösen, én is benne vagyok, ez a No Sugar fejlődés cukormáz nélkül. Azért No sugar, hogy nem kell sugár dedi. Azt hittem, hogy ezt pont a cukormáz, meg nem, nem, nem cukiskodunk, hanem nyersen mondjuk. Nem cukiskodunk, nyersen mondjuk, és felépítheted magad támogatás nélkül is. Tehát, hogy ez is és az is benne van és öt vállalkozónő különböző területekről, és, és igen, abban szeretnénk segíteni, hogy ne a férjettől, ne a párodtól, ne az apukától, vagy az anyukától várd azt, hogy te, te sikeres legyen, hiszen mi is indultunk valahonnan egyedül, és felépítettük magunkat. Tehát ez azért nagyon-nagyon fontos, mert egy párkapcsolat bármikor bebukhat, bármikor tönkre mehet, véget érhet, és hogyha úgy szállunk ki belőle, hogy csak nézzünk Szana szét magunk körül, hogy Úristen, hát, hol hogy vagy azért nem szállsz ki belőle, mert egyébként nem tudnál saját lábadon megállni, hiszen minden egy másik embertől függ. Igen, nem szállsz ki belőle, de lehet, hogy nem is akarsz kiszállni, csak kiraknak. Tehát, hmm. hogy bármi, bármi előfordulhat, és ebben a könyben például erről is írtunk, hogy hogyan építsd fel magad, zárójelben akár sugárdeni nélkül is, sőt, sugárdeni is. És én is írtam benne olyan tapasztalatokat, hogy engem is megtaláltak már mondjuk férfiak, hogy szívesen eltartanának, természetesen fiatalabb isvékony voltam, ezt csak most csak is mondtam, nem egyébként a napokban is volt egy ilyen megkeresés. Hogy ezt mit írtál rá a a Szaunában voltam, amikor egy hogy ez face to face vagy e, vagy Igen, igen. Jaj, 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 jaj. Jaj, Mert és a szaunában füdőruhában, tehát kiszolgáltatott állapotban mondta az úriember, hogy ő már nézegetett engem ott a wellnessben, és hogy beült utána, hogy ő szívesen gond, oda a szaunában, és hogy szívesen gondoskodna rólam. Szóval, hogy... Um... Mert olyan elesetnek tűntél -e biztos. <gül> <gül> hát... Ö ő rögtön a külső adottságokat emeltek, őt szívesen gondoskodnék önről, mert nagyon vonzónak találom. Tehát, hogy, de utána megszólaltam is rájött, hogy kár Az, volt. Az, a durva, hogy szerintem azért, mert ezt megcsinálni, mert azt gondolják, hogy más ezt nem csinálja meg veled. Nem. Tehát, hogy, 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 ő azt gondolja, hogy ő ezzel különleges vagy, vagy hogy ezzel neked külön örömet okoz, hogy felfigyel rád, nem? Tehát, hogy lehet, hogy vagy úgy érzem, hogy van egy ilyen része ah, igen, igen, igen. Meg, meg, ugye még nem beszélgettünk, és azt hiszi, hogy esetleg nekem ezt tetszeni fog, vagy, vagy hogy hát, ha lesz legfeljebb egy éjszakára, vagy nem tudom. De ugye akkor utána megszólaltam, és akkor kiderült, hogy inkább nem kellett volna. Még akkor neki állsz, hogy mit csinálsz ilyenkor? Nem, nem, csak így elmondom abszolút kultúráltan, hogy hát én erre nem vagyok nyitott, és hogy én egy boldog párkapcsolatban élek, de persze akkor utána mondta, hogy de de hát az nem elég. Tehát, hogy de gondol, megfelelően gondoskodik, de megfelelően gondoskodik. Tehát, hogy ő mindenképpen erre akart uh, rátérni, és uh, mindegy, rövidre zártam utána ezt a beszélgetést, nagyon szép napot kívántam, a családjáról érdeklődtem, a feleségéről, és utána magára hagytam a szaunába, hogy hagyj följön tovább a levében. De hogy összességében uh, nem azt mondom, hogy aki, nem ezt, hogy aki ezt az utat választja, hogy nem választhatja ezt az utat, mert mindenkinek ez is a saját döntése, bár tudom, hogy mondjuk egy olyan főiskolás lány, aki nagyon-nagyon rossz anyagi körülmények között él, lehet, hogy azt mondja, hogy úristen, nincs más megoldás, de én például nagyon rossz anyagi körülmények között éltem. Amikor főiskolás voltam, és én ö, ö, nappali ö, főiskola mellett én dolgoztam. Tehát, hogy nappal tanultam, este dolgoztam, egyik helyen, másik helyen, babysitterkedtem, nyelvet ö, tanítottam, stb. Tehát meg lehet csinálni, és egyébként ö, ebben is segít ez a podcast is, meg, meg a könyvünk is olyan fura, amit érzek veled kapcsolatban, mind a kettő területen, amiről most beszélgettünk, az pont a kiszolgáltatottság elleni küzdelem. Tehát, hogy, hogy azért legyél erős önmagaddal, tehát lelkileg magaddal, hogy, hogy a kiszolgáltatottságot elkerüld, ez azt a plusz, plusz is egyik mondani valója, nem? Tehát, hogy magaddal legyél rendben, hogy ne legyél kiszolgáltatott, és ez a rész is, amiről beszélgettünk, az is a kiszolgáltatottság ellen küzd. Fura, hogy ez, hogy ez, ez a te küldetésed valószínűleg. Aha. Igen, igen, igen. Érdekes, hogy, hogy ö, még így nem fogalmazódott meg bennem, hogy küzdelem ez ellen, inkább, ö, inkább ö, talán a saját utam által is segíteni másoknak, hogy ők is egy picit kinyissák a szemüket erre, hogy nem vagy elveszett ember, tehát hogy attól, hogy nem vagy mondjuk egy gazdag, ö, karcsú lány. Amit, és akkor picit most visszatérnék a social médiára, sokakat egyébként ez is megzavar, hogy azt látják, hogy a karcsúság egyelő gazdagság. Ha karcsú vagy, gazdag lehetsz, találhatsz magadnak olyan társat, és ez egy ilyen nagyon ilyen... Fékvilág lehet, tehát egy, 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 egy rossz irány lehet. De szerintem szóval 2021-ben van, aki ezt még nem tudja, hogy ez uh -huh. fékvilág, és hogy ez retus, meg, meg odállnak a nagy gazdag autó mellé, vagy nagy drága autó mellé, és pózolnak, hogy ez hazugság. Aha, azt sokan nem tudják. Tényleg. Uh -huh. Ezért kennek ezek a műsorok? Nem tudom, én azt tapasztalom, hogy azért a fiatal generáció már ez van. Nem teljesen. Én, én eléggé aktív vagyok a, a TikTokon is. Aztán majd lehet, hogy öt év múlva, ha valaki ezt hallgatja, ez az adásban nem lesz TikTok, ugye, üzlet. De hogy én azt látom, hogy amikor mondjuk ilyen fotókat vagy videókat tesznek ilyen fiatal lányok, hogy, hogy mondjuk én nagyon tehetősek, vagy gucsitáska, vagy nem tudom, Rolls-Royce, -Royce, akkor odaírják a kommentelők, néha én megnézem, nem mintha unatkoznék, de ténylegesen kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan gondolkodnak a mai 15-16-17 évesek, és odaírják, hogy bár így élnék, ez az életcélom, beteggel a legjobb barátnőjét, de jó lenne így élni, mi is így fogunk élni, de nem fognak így élni, ha nem tesznek érte. Tehát, hogy ez, 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 nem így működik, ez nem jön csettintésre. Tehát, hogy ezért, ezért dolgozni kell, hogy te sikeres vállalkozó legyél, vagy, vagy alkalmazottként akár sikeres legyél, és az, hogy ne mástól tett függővé a, a, a boldogságodat. Mutatok neked egy videót, tiktokos videót. Kíváncsi, hogy mi a véleményed róla. Erre kicsit beszélgessünk, mert, meséltem szerintem tanulságos a történet. Róla van szó. Uh -huh. Szerinted például az ő üzenete az a testpozitivitás, vagy pedig ő sokkolni akar, polgárpukkasztani akar, mi lehet az ő küldetése, ő egy külföldi tiktokos? Hát ö, ö, több, több szempontból közelíteném meg, egyrészt szerintem ö, csak jól érzi magát, és megmutatja, hogy neki is van egy pasija, és ők, és ők felvesznek egy videót, mert ő így néz ki, és nem Jó, de ez egy videónál, én ezt tökre megértem, de hogyha minden videója, és nem tudom, több száz videója van, ahol, ahol hasonló táncokat lejt hasonló öltözékben, az már egy kicsit nekem ilyen polgárpukkasztás szerint. Ö, figyelj, hogyha mondjuk a Gianluca oh. Vakit nézzük, aki mondjuk ugyanilyen fehér nemű vagy fürdőruhában, fürdőruhás feleségével, aki modell, táncikál, és ő is nagyon jól néz ki, és minden, rengeteg ilyen videót kitesz, vagy régebben tett ki ilyen videókat, akkor, azt mondom, akkor mindenki azt mondja, hogy hát ez oké, hát ők szeretek táncolni. De hogy ez a lány teszi ki a barátjával, akkor hát, úristen, mit képzel magáról? Na jó, de aki így gondolja, ő hibázik szerinted? Vagy tehát, hogy aki így gondolja, az érezze magát rossz embernek, ítélkező embernek, vagy egyébként ez is, ez is oké, okay, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez sok? Szerintem oké, okay, hogyha valaki ezt gondolja, hogy sok, mert nem ezt szokta meg a szemünk. Tehát, hogy lehet, hogy már 50 év múlva, vagy 20 év múlva már nem lesz ez sok. Vagy lehet, hogy a, a nem tudom, bizonyos külföldi fiataloknak ez már nem sok. Vagy nem sok. Tehát, hogy, 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 ez belefér. Én azt mondom, hogy látható, hogy ez a lány komoly túlsúlyjal küzd, vagy, vagy, vagy szenved, vagy csak, vagy csak így éli az életét, és nem is szenved. Nem gondolom, hogy ez példaértékű, hogy most Nekem volt, aki mondta, hogy most akkor én arra búzítom az embereket, hogy hiszanak el, de hogy búzítok senkit semmire. Tehát, hogy ha már valaki elhízott, elhízott, az már az ő döntés, hogy úgy éli az életét. Lehet, hogy egy nagyon túlsúlyos lány azt mondja, hogy tök jól néz ki, de attól egy ilyen túlsúlyan rendelkező lány tudja azt is magáról, hogy nem kap magára csinos ruhát. Nem kap, nem, nem tud kényelmesen beleülni egy, egy székbe vagy egy hintába. Most csak így nem tudom, miért tudtam eszembe a hinta, mert legutóbb beleszorultam egy hintába. Tényleg? A, igen, de lehet, hogy nem a gyerekülésbe kell majd ja, igen. Szóval... Ez <gül> <megoldás>. <gül> hogy, hogy hogy Igazából polgárpukkasztás is, sokkoló is, de szerintem az az ember, aki, aki azt gondolja, hogy fú, nekem ez már nem tetszik, nincs ez az emberrel semmi gond, neki ez már nem tetszik. Ahogy nekem például nem tetszik az, hogy mondjuk valaki félmeztelenül megmutatja magát, és tele van a, a piercingekkel, mert nekem ez ilyen, arra gondolok, hogy úristen, de fájhatott, és á és így valakinek meg tetszik. Tehát, hogy nem gondolom, hogy én ettől fogok piercinget tetetni a melbourne Bumba, hogy nekem tetszik ez a kép, hanem egyszerűen, nem tudom, látom, hogy ez itt van, nekem éppenséggel nem vonzó, Szerintem egyszerűen csak tovább kell görgetni. Nem hiszem, hogy valaki ettől fog elhízni, és ezért mondja azt, hogy úristen, ő is kövér, akkor én is az akarok lenni, és eszem napi 300 ezer kalóriát. Tehát akkor, hogyha jól értem, akkor nem azzal van a baj, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez hogy ez nem oké, okay, hogy ez sok, tehát hogy az ember ezt nyugodtan gondolhatja. Azzal van a gond, hogyha másikat bántjuk a véleményünkkel. Hát ne bántsunk, ne bántsunk, ez, ez egy ilyen alap dolog, hogy ne bántsunk másokat. Illetve egy picit szerintem tágítsuk a, 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 nézőképünket, vagy legyünk érzékenyebbek. Ugye például itt ez a nem csak egyféle szépség létezik, hogy elfogadjam, hogy ő alacsonyabb, magasabb, keskenyebb, ö, szélesebb, vagy, vagy kerekesszékes, vagy, vagy bármi ilyesmi, vagy hiányzik az egyik végtagja, ne azt mondjam, hogy úristen, nehogy oda üljön mellém a nem tudom, a, a akárhol, hanem ez így teljesen oké, hogy neki hiányzik az egyik végtagja. Ö, Hogyha ebben érzékenyítjük magunkat és a társainkat, akkor kevésbé ö, fogjuk azt gondolni egy emberről, hogy mondjuk ő csúnya. Hanem csak azt mondjuk, hogy hát ö, elég érdekes, nem tetszik, és ennyi. Jó, csak közül meg a világ azt súly, az ember hogy vállalt fel a véleményedet, hozd meg a gondolataidat közben ez, ezen a részen pedig azt mondjuk, hogy kicsit szofisztikálja a gondolataidon, vagy amit mondasz, kicsit, vált, kicsit gondold a szavaidat, hogy milyen szavakat használsz. Tehát ez is egy ilyen ellenmondásos helyzet valójában. Tehát lehet, hogy az lenne a megoldás, hogy egész social médiáról a kommentet, és akkor mindenki boldogan élnek, különböző megbélyegzés, meg megjegyzés nélkül. Hát a külsőre, a külsőre ne tegyünk szerintem káros megjegyzéseket, mert az emberek egy nagy része egyrészt nem tehet róla, hogy miért szőke, barna, fekete, alacsony, magas. Ö, illetve aki meg tehet róla, azt tudja, hogy tehet róla, tehát inkább foglalkozunk azzal, hogy az az ember mitől, ö, mit mond, mire gondol, milyen gondolatai vannak. Én nagyon szerettem az ilyen szemléletváltó gondolkodókat, nagyon szeretem azokat, akik elkezdenek másképp gondolkodni, és megosztják ezt, hogy most nem minden esetben, tehát nem, nem minden hülyeségre gondolok, hogy most úgy döntöttem, hogy nem tudom, a fal összenyom, és innentől kezdve mindenkinek azt fogom mondani, hogyha nagyon fókuszálsz rá, akkor a fal összenyom, hanem az, amivel ténylegesen adnak, ténylegesen értéket közvetítenek, inkább a gondolatokra fókuszáljunk, mint arra, hogy hát nem annyira előnyös neked ez a ruha. Tényleg egy stylist vagy, vagy miből gondolod, hogy nem előnyös? Tehát, hogy ö, figyeljünk egy picit erre oda, hogy ne, ne, ne bántsuk a másikat a külső alapján egyáltalán. Ö, és csatlakozzunk akár ö, fizikailag, akár ö, tudatilag, vagyis szellemileg olyan emberekhez, akikkel együtt rezgünk. Tehát akikkel együtt rezonálunk. Tehát mondjuk, hogyha mondjuk itt vagy te, ugye íróként, azt mondom, hogy tök jó, nagyon nehéz írni. Tehát én magam is tapasztalom, hogy, hogy olykor kiírok magamból 30 oldalnyi szöveget, és abból 40 oldalt kitörlök. Tehát, hogy, Fultosan. hogy iszonyatosan nehéz, és de azt mondom, hogy hú, egy értékes ember, egy író ember, ő érdekel, őt követem, kíváncsi vagyok rá, tök jól építi magát. De, de hogyha valaki más meg nem tetszik, mondjuk nem tetszik, nem tetszik egy tereszceleb, most csak magamról beszélek, akkor, mert nem én mondjuk a hogy hogyha nem tetszik nekem egy tereszceleb, akkor nem követem, tehát nem odaírogatom, hogy miért csinálod már ezt, miért vagy ekkora, miért ilyen, miért, nem, hanem, hanem ignorálom. Attól, hogy én most odaírogatnám neki, hogy szerintem nem jó, amit csinálsz, se fog változtatni ezen, addig, amíg nem érik meg benne az elhatározás. Hát persze, de ez is egy ilyen kipufogó, a saját feszültségünket vezetjük le, én nem mondjuk, én nem kommentelgetek, de hogy egy, 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 egy hétköznapi felhasználó a tresszelab tekintetében az egy bogzsáknak minősülő felület, és akkor ott nem tudom, ütél meddig bírja és ugye minél inkább üti, hogyha még válaszol az illető, de ez egy másik kérdés. Szóval akkor összegzésről, hogyha jól értem, akkor a, a body pozitivitás az valójában azt jelenti, hogy fogadd el magad, legyen rendben magaddal, de nem azt jelenti, hogy, hogy be bele ebbe a helyzetbe, és akkor, és akkor, ezt meglovagolva, hogy én elfogadom magam, fogadjatok el mások, még, még inkább terebélyesedjen, vagy még, még, inkább, még inkább hízom fel az ember, hanem azt jelenti, hogy hogy elfogadod magad, és rendbe saját magaddal, akkor fogsz tudni tenni azért a, az állapotért, ami számodra a legideálisabb. Igen. Na, akkor jó összefoglaltam, igen, szuper. Igen, igen. Rita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgettünk erről a témáról. Szerintem egyébként sok mindent helyre rakott. Tehát, hogy például tényleg azt, hogy nem, nem propagáljátok az elhízást, hanem azt mondjátok, hogy, hogy az adott állapotot fogadjátok el, és, és, és hogyha arra szükség van, akkor tegyetek az egészséget a érdekében. Ez egy nagyon fontos mondat szerintem, egy nagyon fontos gondolat az egész témakörrel kapcsolatban. Úgyhogy szerintem már csak ezért is megért, és akkor ezen kívül még rengeteg jó dologról beszélgettünk. Én is nagyon szépen köszönöm, nagyon tartalmas volt és segítőépítő beszélgetés volt. Köszönöm szépen! Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor iratkozz a csatornára, nyomj rá a csengőgombra, hogy szóljon, hogy új videó érkezik, kommentelj, szólj hozzá a témához, nézd a korábbi videókat, azok is nagyon izgalmasak, illetve hát a különböző social media platformokon, kivált kép az Instagramon.